Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Hát nem fogytunk ki a történetekből, sztorikból, jön a harmadik epizód, Vizin Lászlóval, Magsa Imivel, Dudás Kiskokó Gyulával és Oroszlán Tiborral. Ferjánc Attila neve számotokra is megkerülhetetlen, hiszen 1988-ban megalakul egy elég érdekes nevű, Novotrade Navigator SE nevezetű sportegyesület, ahova ti testvéreddel, Lacival átkerültök. Hát akkor jönnek a nyugati autók, ha jól emlékszem, ez egy Toyota Corolla GT volt az első, ugye? És ez rögtön bajnoki címet hoz. Igen, addig ugye Laci pályázott, én más jó képességű versenyzőkkel versenyeztem. Ütötted el az időt. Akkornak egy rosszul is esett, hogy úgy döntöttem, hogy én a bátyámmal megyek. Uh-huh. De aztán megértette, hogy hát tök mindegy, hogy milyen autóval. Ha tényleg, hogy zajlott ez a... Többet fizetett? Ha egy Trabantba hívott volna, akkor is a bátyámmal mentem ez volna. Oké, evident. És Attila megalakított ezt az egyesületet, és minket odahívott. A Kemel volt a főszponzorunk, és sikerült az első évben mindjárt N abszolútot nyerni. Aztán a második évben másodikak lettünk, ha jól emlékszem. A harmadik évben nem sikerült. És a negyedik évben, 91-ben német szponzorunk segítségével került be a Galant, Mitsubishi Galant. Igen, de itt még ennél a Toyotás, meg utána volt belőle a Mazdás dolognál, ugye mesélj nekem, csak ott volt valahol a Mátrában valami. Nagyon érdekes volt. Nem kicsi, úgyhogy azért azt ne ugorjuk így át szépen. Ha már többiek így felfedték a titkaikat, csak kapirgáljuk. Nem volt kapirgáljuk ezt a dolgot? Négyes. Beladjál magán, mint az ő is értetlenek, jó kis navigátor, a tesó annál. Az első négykerekes autónk az egy Mazda volt. 88-89-ben sikeresen mentük a Sagorali. A versenyeken, igen. És utána egy Mazdát sikerült beszereznünk, ami G-csoportos volt, ami még igen, ez azért ez egy G-csoportos. De mindegy, mi azért jól felkészítettük az autót, és az első verseny Sagorali volt, ahol a három Kemel autó az utolsó gyorságért állt az abszolút első három helyen. Attila aztán vezetett, Selmeci Gyuri volt a második, és mi voltunk. Audival is meg a... Hát óriási öröm lett volna. Tehát ők beértek a célba, a dobogon álltak, és várták az abszolút harmadik autót, egy Mazdát, ami nem érkezett meg, mert 5 kilométerrel a vége előtt az utolsó gyorságunk Katalinnak, biztos, hogy emlékeztek rá, legurultunk egy kicsit a mélybe, hát nem a kerekünkön, hanem úgy fejjel lefelé. Sok volt az egyébként, ugye az átfordulás is. Nagyon sok is. Volt, mert kihívtunk, már nem emlékszem, nem lett számolva. Nem számolta? Igen. Kihívtunk egy autómentőt, és azt mondta, menjünk a fenébe, hát ezt ő nem tudja, egy kamionmentőt kell ide hívni, és olyan hosszú kötéllel húzták fel a tetején, és az évünk abszolút nem sikerült, akkor egy versenyen nem tudtunk azzal végigmenni ezzel az autóval. És akkor jött a 91. De egyébként nektek nem voltak olyan nagy eséseitek, egyébként csak azért, hogy tupírozunk titeket, és még egy bajna lábatlan ugrik be nekem, az már Mitsubishivel volt. Igen. Ja, figyeld, úgy sem, mintha nem láttad. Jól navigált, felejthető. Ugye, ott egy azért valami jobbos kanyarót. És... Az első évünk ott az Evo 3-assal, a Galant után. Milyen kis káros vendőt ott melletted, figyeld. 100%-osan föl volt írva a pálya, és nagyon jól mondtam. És egy akkor egy dolog gond volt, hogy biztos emlékeztek rá, az ilyen itatott aszfalt makadám volt, szakmámba vág a dolog. Jó. Megmagyarázzál. És a melegtől megolvadt a... Természetesen te is, Laci, nem voltatok hibásak, hanem mind a ketten útépítők voltunk. Persze. Na és ott folgásznyomottól nem kellett volna, és elugrott az autó, és amikor ráértünk az olvadt bitumerre, és keresztbe fölborultunk. Na, lényeg az, hogy ott lógtunk mi is, mint a denevérek fején. Ez felé. Az, emlékszem rá. És akkor azért volt érdekes ez a dolog, mert ugye fejre estünk, utána hát mondom, akkor... Kössük ki magunkat. Hát én már nem tudom, hanyatszor estem akkor, bátyám, még nem sokszor. Csak mesél, kikötöttük magunkat, és fejre estünk, ugye, mert lógtunk fejjel lefelé, ahelyett, hogy a fejünket fölé raktuk volna a kezünket. Igen. Na mondom, ezt megúsztuk. Abba a pillanatban megérkeztek a szurkolók. Nézők, visszaborítottak, még egyszer fejre estünk. Hát egy kicsit összetörtük magunkat, többszörösen. Na erre gondoltam ezzel azért. Ezzel a bátyámmal. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában.
De a kiskokóval hadd meséljek egy... Na, hát akkor most visszakapott, tessék. Nem nagy borulás volt, egy érdekes volt, nagy kanizsarral, nem tudom, emlékeztem, ott is ott olvadt aszfalt. Tréningeztünk, egy tévétoronyban ment fel a pálya, és... Zsákutca volt. Igen. Mi, aki nagyon jó, elől mentünk a volánba, az elsők mentünk a volán csapatba a tréningre, és egyszer csak jött szembe egy traktor, hát természetesen neki mentünk. Nem volt nagy baleset, nem is, csak a lámpa tört ki, meg mit tudom én. Hát a traktoros kiugrott, először nem tudott szólni, mert a kokó úgy elkezdett kiabálni vele, hogy ő volt a hibás persze, hogy mit keres, hogy egy zászlós embernek kellett volna előtte jönni, meg minden, nem ismeri a kreszt, micsoda a dolog, szegény úgy meg volt szeptembe, azt mondja, elismerem, én vagyok a hibás, ne arra, hogy itt a betétlap, minden, és kokó mondja neki, hogy hát vigyázzál lefelé, mert még jönnek a többiek. Azt mondja, gyerekek, három betétlap van még nálam, elég lesz, mert leérek. Úgyhogy és akkor még egyet hadd meséljek el a babával, amikor életemben egyszer voltam agresszív, valakit utolértünk, már az új a protóval mentünk, igen. És mondom, itt valakit utolértünk, már nem tudom, itt előzze, vág le, azt mondja, mi van, hogyha ott árok van, mondom, akkor megnézhetjük magunkat. Hát borultunk egy baromi nagyot, összör, de talpra estünk. És azt mondja, na hát akkor menjünk tovább, mondja. Mondom, baba, nem menjünk, talán nincs meg a menetlevél. Hülye, ott van az ajtóban. Hát mondom, az ajtó sincs meg, nem, ugye, menj, keresd meg. Aztán hála Isten az autó annyira összetörően nem tudtunk tovább menni. Úgyhogy voltak ilyen események, több is. Jaj, de jó volt ezeket felidézni, csak azért mondtam, szépen szerényen elhallgattad volna. De hát azért van az őrobásukon is mit mondani. Lacikám, vége ennek a lancsás időszaknak, és szintén megint egy olyan autó, ami kerül Magyarországra, abból neked megint sikeredett egyet beszerezni, ez pedig volt a Ford Escort. Ford Escort Cosworth. Na, erről a kocsiról milyen emlékeket őrzöl? Hát megmondom őszintén, sokkal jobb emlékeim vannak erről az autóról, mint a lancsáról, szerintem. Ez egy sokkal vezethetőbb autó volt, jó erős motorja volt a Fordnak egyébként. Talán a váltója nem volt annyira jó, mert egy nagyon hosszú átételű váltó volt, de egyébként... Még nem is bírt azt a terhelést szerintem, amit egyébként ez a Ford alapból le tudott adni. Igen, tehát az volt ott az N csoportban állunk a probléma, ugye mi autónknál is, hogy így van, a váltó az volt hát akkor teljes ismeretű volt, pontosan volt a gyengé. Rákfenéjen. De egyébként az nekem nagyon tetszett, az nagyon kellemes emlékek fűznek ez az autóhoz egy szépen... Hát az is, mert egyébként rengeteget segítettetek nekünk, amikor én a kisfélénk beszereztem, és a csapatod és te is, úgyhogy ezt utólag is köszönjük. Na, ez még az a világ volt. Igen. Konkurenciák voltunk a csoportban, de mégis az persze. Bocsátkozhattuk semmi a ti segítségetek. Hát az egy jó világ volt, szívesen emlékszem vissza erre az autóra egyébként. Igen. Az is, amikor azért mondjuk el, azért mindenki azt nézte, hogy azt a turbószűkítőt, azt hogy lehetne ott, meg nagyobb teljesítmény, meg minden, mert azért egyébként abban a kocsiban, ugye hegyen ott ki lehetett venni a turbószűkítőt belőle, azért ez egy vadállatkocsi volt már. Már akkor nyomta 400 lóerőt hegyen. De egyébként Ernestben is nagyon erős volt a motorja. Én a Fordból, hogy most egy kicsit tovább ugorjak, egy Subaru-ba ültem át. Igen. A Subaru az sokkal gyengébb volt. Az Ernest VRX-ben. Sokkal gyengébb volt, mint a Ford egyébként motorikusan. Aha. Na de, és ez az autó kerül utána Imihez, ha jól tudom. A Subaru került az Imihez, igen. Neked hogy tetszett az a kocsi? A Toyota után nem volt igazán olyan autó. De mindenki hát, úgy gondolná, hogy egy Subaruba. Nagyon jó volt beleülni egy ilyen autóba. Mert ugye igen, mert neked ott volt egy... Hába mentem a igen. És az már akkor mögötte az idő az autót, tehát ott azért rengeteg gondom volt, attól függetlenül, hogy nyertem a Hába vele többször is. De a Subaru... Én nekem nagyon tetszett, mert nagyon jó hangja volt. Az biztos. Az jó. Igen. Ez egy jó kritérium volt. Ez nagyon jó. Hát az kétségnek a boxermotornak azért volt. Vonzereje. De a Subaru szerintem igazán nem tudott sokat. Tehát, nem tudom, a Laci jobban tudja. Végül is. A tutit adtad el neki egyébként? Biztos hogy az. Abszolút. Azt azért tisztázzuk be most már. Abszolút. Biztos most azt adta, meg a szerelőt is azt adta. Már együtt jöttetek most, nem? Együtt. Együtt is kell hazamenetek. És visszaveszi halott. Ja. Megkérdem a tévét, hozz hazavisz. Egyébként azt mondták régen mindig, hogy a versenyautót melegen lehet csak megvenni. Tehát amikor beértél a célba, nem szabad senkinek hozzányúlni. Ha eladják, jó, ha nem, akkor... Hát a Fordonból tudja el egyébként az Escort Cosworth, ott a Radó Pisti vette meg, hogy vált filter rally volt, és
ahogy a parfümöt feladották, ment érte, és ő vitte onnan el. Aha, rögtön, tessék, na így működik. Te ekkora bizalom volt, hogy... Te már kihűlve vetted ezek szerint? Hát én egy téridőszak, január-februárban vettem. Mondom, tessék, kihűlt az autó. Úgyhogy... De nem nálam volt az autó, akkor se Bálnáik nem volt. Bálnáik, választom a régen. Az egy új történet volt, de az már nem volt olyan sikeres, mint amilyen, amilyen úgy gondolom lehetett volna. De ettől függetlenül maga a Subaru se volt szerintem Magyarországon sikeres. Ezt akartam, egy divat autó volt, de a világban. Volt az az öt darab, amiből három. VLC-ben. Nekem volt szerencsém kipróbálni VLC-ben, és hát az, majd oda is, az egy más történet. Igen. Tehát akkor már, amíg jöttek új Mitsubishik, azok többet tudtak, mint a Subaru. Igen, akkor kétszer is nyertem már innen. Fiatalos, lendületes, jól terhelhető csapat, korszerű technológiai felszereltség, magas minőségi normák, földmérés, mérnöki tevékenység, tanácsadás. Ottigeo Földmérő Kft. Na és ha már Makinent említed, akkor ugye jön az összefüggés, amit még itt a felvételek megkezdése előtt beszélgettünk, hogy én kim voltam ugye a 92-es Monte Carlo Rallyn, és akkor Tomi Makinen újoncként a VW mezőnyben jön egy Nissannal, és azt a típust, egyszer csak látjuk Sunny, Magyarországon. Igen, Sunny Gate, az az autó volt egyébként, sok nem volt belőle, az Endes az megnyerte akkor az Európa-bajnokságot a belga sráccal, de mivel a Makinen már jól ment, ezért nagy szája lett, tehát mondta, hogy kicsi az autó, rövid, dobálja magát, ezt azért nem hittem el, de aztán a Vince Rally, szokásos főtaxi, minden meg volt fejve, hát százszor mentél rajta, minden. Az a felugrott a dobbantónál úgy mentem, ahogy az imi elmondtam, mert ezek mind ilyen rally rutinok. A levegőben ne kormányoz. Hát bajna? Bajna lába. A levegőben ne kormányoz, ne fékez, tedd valahová oda, honnan majd újra tudsz menni az úton. Nem sikerült, és akkor megmagyarázta a mérnök, elcsesztem, mert előtte kellett volna az egyenes balból fékeznem, amikor jobbra fordítottam az autót, elloptam alól a talajt. Megértettem, csak ez nekünk akkor 6 pontunkba, 9 pontunkba került. A nagyon-nagyon jó autót kicsi vagyok, és ez a Nissan Sunny GT-R kicsi. Tehát ez nem egy... Hát neked építették akkor végig, nem a Makinennek, nem mondták, majd másfél év múlva kis kukó megy vele. A széria autóval simán lehetett nyerni a rallycrosst, edzeni jól lehetett vele. Hát a versenyautó az nagyon jó pofa volt, meg minden, meg szerettem, mert igazából szeret beülni az ember a versenyautójába, akkor lemegy és néha megsimogatja. Tehát az autóversenyző nem mindenhol tiszta, de az, aki meg se nézi az autóját, gyári profi, hogy berakja a táskáját, elmegy, neki ez a dolga. Nekünk is ez lenne a dolgunk, de hát azért nem jutottunk el ilyen szintre sajnos, de azt tudom, hogy én szerettem ezt az autót. De hogyha amikor össze kellett hasonlítanom az M3-as BMW-vel, akkor mindig föltettem a kezem, és mondtam, hogy miről beszélnek. A 300 lóerő, hát egy M3-as BMW a nagy motorral, az nem mehetett a rallyba, az csak a rallycrossba mehetett, a 3-6-os. A másik, a 2-3-as, mindent tudott. Ezen a pécsi versenyen megcsókoltam az aszfaltot, mert kellett az az abszolút második hely, nagyon jó pilóták mentek, hál' Istennek kicsit szórt az út, tehát csúsztak, keltek, minden, és hát Rangával tréningeztünk együtt mindig, nagyon jó kapcsolatunk volt, és ha unatkoztunk, akkor szóltunk a Bükinek, hogy csinálj már valamit, mert itt mindenki kussol, akkor hangulatot hoztunk, de az biztos, hogy ezek a pályák az M3-asnak kedveztek. Tehát egy jó kétkerekes... Meg esemény, hogy melyik pályák? Nem, igen. Mert a meccseken össze lehet rakni, így is, úgy is. Igen, mert a meccseken az obákra fölmész, akkor, tehát ahol nincs murva annyira, meg nem olyan szórt az út, ott egy félelmetesen biztos és jó autó az M3-as. És én azért is szerettem Pécset, mert itt, amikor Mahler, Seppi, már elfelejtették ezeket a neveket, Simor, Gyula, minden, ezek a régi nagy, nekem nagyok, mert azért ez egy korszakkal előbb volt, de mindegyik olyan tisztesség, az a két tized, meg egy másodperc, egy ilyen mecsekhegyi gyorsaság, vagy igen, gyorsaság, az úgy beszéltek róla, mintha, tudom, mikor lejött, és mennyi a különbség? 3 másodperc. 3 mennyi? Tehát igazából elérhető eredményekkel, és a jó kollégák voltak, jó sportársak. De azt is meséld el nekünk, mert az nyilván tátott szájjal néztünk, hogy ide hoztál világbajnokot, aki segített neked ebben az autó megtanulásában. Miután az autót, igen, a Cserkuti nagy ellenére, mert ő ellene volt, hogy
legyen a Nissan, még menjünk egy évet, de én mondtam, 4 kerekes autó abszolút, mert ugye a harmadik hely után ő úgy gondolta, hogy az ott fog maradni. Én tudtam, hogy ez volt az utolsó, mert ha leesik az első a Murvának, ez a BMW ott nem jó. Akkor, mikor megszereztük ezt az autót, egy igényünk volt, volt egy nagyon jó kapcsolatunk a Schwarz, a Fekete András, ez egy újságíró volt, szerintem te ismered is. És a Feketének mondom, szóljunk már, aki ment vele ki, a Steve Blanquist volt akkor a berepülő pilotája a Nissannak, de ő is azt mondta, hogy ne az autótól azt várjuk, hogy a rangáit megveri. Az egy echte autó. Kettes Toyota, az egy kicsit fabrik, mondta, tehát mindent tudtak róla. Tehát nem úgy volt, hogy idejött, és akkor csúszunk kettőt, nem. Dolgozó szállítás. Buszrend. Csoportoknak? Buszrend. Rendezvényekre? Buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek. Buszrend? Ez nem kérdés. Azt nem felejtem, a Laci bebújt a bokrok közé. Élete vágya az volt, hogy megnézze, hogy ott hogy megy vele. És jöttünk lefelé, én mindig azt mondta, hogy a lábammal a váltással nincs gond, ne legyek türelmetlen, engedjem az autót tovább, ennek jó féke van, ha nem csúszik az... Most a ranga látott minket elfordulni, és utána mondta, hogy intézd már el, hogy engem is levigyen. Én mondtam a Blomqvistnak, hogy ő a lancsás, mondta, semmi probléma. És lehozta a Lacit a 4,5 kilométeresen, a Laci akkor nem volt jó. Értem, igen. Ezért mondta, hogy annyira nem köti be magát, meg mondtam, hogy nagyon vigyázz rád. Kiszállt és azt mondta, de most azt mondom, amit te mondtál régen a Blaknánál, mert én mentem a Blaknával így egyet, és mondtam neki, mintha behívtam volna a távolsági buszsofőrt, hogy vigyél már át a másik oldalra. Semmi. Egy másodpercen nem érezted, hogy egy autóverseny, vagy valami. Nem. Ott odaértünk, jobb, pih, elfordult. Tehát minden mozdulatuk egy bizonyos szinten ritmusra működő. Művészek voltak. Igen. És ő tudta, hogy ott az a, mitől lett, tudta, 350 ezeretten fordult el egy jó páromba, ő tudta. És ez baromi jó volt, hogy Lacinak is jól esett, nekem meg az esett jól, hogy kiszállt a Blomqvist, és mondta, hogy most menjünk, ígyunk meg egy sört, mert nagyon kimerítette ezt, hogy itt neki oktatni kell a szuperpilotákat, mert ez egy jó pilota. Soha nem bántottak senkit. Tehát akire mondták, ez egyszer nem mondta, hogy az rosszul megy, jól megy, mondta, hogy abba az autóba, aki ül, az jó. És ezt érzem, hogy minőségnek kell lenni. Tehát ezzel a sportolónak a másik sportolóta legyőzött, nem illik. Hát világleg mondja azt, hogy ő így ment, én így mentem. És ez egy idő után eltaladt egymástól Magyarországon, engem ez zavart. És amikor vezettem 10 évig a Magyar Rallyt nagyon büszkén és boldogan, akkor megpróbáltam a srácokat összehozni, az idősebbeket elnézést érte, meg a fiatalokat, hogy meglegyen az a hangulat, ami akkor itt volt, itt a magyar, mert az volt. Ez sajnos nem sikerült. Tehát minden másba azt hiszem eljutottunk, de ebbe, hogy az a hangulat újra sport legyen, az megállt. És lehet, hogy nem mi vagyunk a hibásak, hanem az irányítás volt elrontva. Én egyet tudok, nálunk tisztelettel egy golyó, egy túri, akármikor jelentkezett, minden lehetőséget megkapott. Aztán megállt a világ. Oroszlán Lászlónak és Oroszlán Tibornak a neve ebben az időszakban, amit én most itt felhozok, összeköthető, sőt összefonódott fogalommá vált a Mitsubishivel. Na és akkor... Így van. Mondd csak, hogy ugye Ravex, ha jól emlékszem, odajuk a Dunki? Emlékszem erre, akkor már ugye együtt voltunk. Igen, Ravex a nagyon jó balatonfüredi barátomnak a német barátai cége volt, a Ravex. És mi mondtuk, hogy versenyzünk, és... ez van az, és milyen autó a jó autó? Mondtuk, hát amik 4 kerék meghajtású, és akkor felsoroltuk nekik a Fordot, a Toyotát, a Lanciát, minden. Oké. És akkor ők elmentek haza Németországba, és ott, ahol ők laktak igen, nem közel, a közelben volt a Mitsubishi Rally Art. És mondták, hát akkor mi egy ilyet fogunk szerezni a fiúknak, és ezt csak mondták, hogy Galant. Mi azt se tudtuk, hogy miről van szó. És ez volt az első év a Galantunk a 91-ben, és talán a mi autónk volt az és első. És a második ennes bajnoki címetek. Így van, az első Mitsubishi Magyarországon. Igen, azért mondtam. Hát. Aztán utána az évek során ugye váltottunk az Evo 3-asra, az Evo 6-osra, Evo 7-esre, de mi végig a Mitsubishinél maradtunk. Ugye mindig fejlődött a Mitsubishi. Arra azért vigyáztak, hogy például az Evo korszakban, hogy a
két Evo-ba egy csavart nem lehetett átvinni, tehát úgy csinálták, hogy mindig újat kellett venni mindenből. Tehát üzletileg kereskedelmi érdekeik alapozva, ezt kívánták, igen, így, ahogy mondom. De mi nagyon szerettük az összes Mitsubishit, mi jobban is voltunk, a hazai kereskedőkkel nagyon jó szponzoraink voltak, akik minket támogattak évekig. Talán nem is szponzoraink voltak csak, hanem barátaink is. Azt nem mondom, hogy duskáltunk, mert ás autóval sosem tudtunk volna menni, de egy alap mindig megvolt. Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként Laci nem mondta soha, hogy jó lenne már egy ással is menni? Mind a kettőnknek lett volna ilyen, csak mi a lehetőségek miatt mindig tudtuk, hogy hol a határ, és tudtuk, hogy meddig szabad elnyújtózkodnunk. Itt volt például 91-es év, amikor... Hát magyar jól is gazdálkodtatok abból, próbáltunk, hát volt saját cégünk, és közös cégünk, egy formatechnikai cég, amiből azért sikerült oda áttolni egy pár dolgot, és ennek ellenére az ás az olyan messze lett volna. De az, hogy kinek milyen szponzor van, a legjobb példa az, hogy 91-ben megnyertük a bajnokságot, ugye N csoportban abszolút harmadikak lettünk a Ranggal Laci és a Ferenc Attila mögött. Na, mondtuk most aztán. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Most a jelenkánoánk. Olyan rossz évünk, mint a 92 sose volt, mert ugye a szponzoráció nem azon múlik, vagy nem csak, csak azon múlik, azon hogy múlik, kinek tetszik, milyen eredménye volt. A 92-es évet ugye, hogy van eldobható. Igen, az volt az egyik ilyen. Abszolút semmi. Igen. Pénzünk sem volt, olyan verseny, nem is tudtunk elindulni, akkor még talán kis Takácsi mellé beültem egy Opelba, Salgó Rallin, tehát abszolút. És aztán 93-ban még mindig a Galanttal mentük, ugye már 3 éves autó volt, és akkor ez is egy sztori, Vizin Lacinak köszönhetően megnyertük a bajnokságot, nem tudom, emlékszem rá. Megszólítottak Lacikát. Az év utolsó gyorságja volt, talán Abaligetről jöttünk fölfelé, és mi nem tudom, hanyadikak voltunk. Azt hiszem, hogy csak akkor nyerhettük volna meg az N csoportot, hogyha megnyerjük azt a versenyt, de hát azt a 4. helyen álltunk. Így jártunk, nem tudunk mit csinálni, és akkor a Laci előttünk rajtolt, jóval, mert még előttünk mentek a riválisok, és aztán a turbód ment tönkre, és nem volt egy csöp szélse, és beterítette az egész erdőt, úgyhogy mindenki botorták, mint a vakkoldus fölfelé, mire mi odaértünk, már tiszta volt az út, és mi ezzel meg tudtuk nyerni a versenyt, ezzel megnyertük a bajnokságot. Lacinak a 6-6-os. Most nyújtott be a számlát, vagy akkor... Nem, akkor lerendeztük mindjárt. De nem, én azt hiszem, hogy nálunk, főleg a Lacival több volt köztünk, mint versenysport társadalmi barátok voltunk. Hát akkor meg egyértelmű értelmét, nem gyerekek? Most derülnek ki. Meg volt beszélve. Most töltem itt az Omega. Magad is helyzettek kell utolasszani, 25 évre visszamenek, meg kell óvni. Úgyhogy ilyen sztorik is voltak ebben. És onnantól kezdve aztán végigjártuk az összes Mitsubishit. Velünk is egy kategóriába, így van. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön is Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Laci, az előbb már beszéltünk az N-es Subaru-ról, és szerintem ez az a korszak, ami után te annyira beindulsz, mert olyan versenyautó palettát mutatsz föl egészen pályafutásod végén Magyarországon, amit én alig tudok követni. Ebből a Subaru-ból utána jön egy ás, kezdjük így, ha jól emlékszem, ugye? Hát igen, az ás Subaru-ra azt tudom mondani, hogy igazából nem nagyon tetszett nekem az N-es autó, és akkor a Ledgép Jani alias Bálna kitalált, hogy építsünk bele ásot, és akkor így lett ebből ás, nem volt ez igazi ás, nem volt, egy kicsit ás volt, ilyen félás, így nevezzük, jó? Ez is félás, mint az IMI Toyota. És nyilvánvalóan sokkal jobb volt ezek a versenyezni, én akkor lettem 50 éves, és akkor eldöntöttem, hogy én befejezem ezt a rallis pályafutás, mert 50 éves lett az ember, épít ez, de hogy felakassza a sisakját a szögre, és befejezze ezt a dolgot. Csak hát ez nem sikerült. Ez nem. Ez egy kísérlet volt, ami nem jött be. De ezt az ás Subarut már nem adtad tovább az IMI-nek, mi jött nálad? Nem, az ás Subarut a Miknótó vette meg tőlem, és utána ő versenyzett vele még egy-két évig. Én győzök itt puskázni mindentől, mert annyi autója. Ez tulajdonképpen úgy volt, hogy akkor ő versenyzett egy, nem is tudom, Opel, nem tudom, mi volt az, mondta, vagy mi volt. Igen. Valamilyen rendkívül ritka autó volt, egy-kettő lehetett bőle a világon, és a budai Béláék csinálták neki az autót, és akkor egy ilyen
évvégi háladásra meghívta őket Bajára egy vacsára, amin én is részt vettem. És akkor mondja nekem a Bőle, hogy mert mi úgy hívjuk, ő engem öregnek hív, én meg őt papának, ez azért van, mert előbbnél tunokája, mint nekem, én meg öregebb vagyok, mint ő. És mondják, hogy gyere, próbáld ki, kibazdok, ez milyen jó az a Toyota, az, hogy ezt próbáld ki legalább egyszer. Na jó, hát akkor addig rábeszélt, elmentem Kaposvárra, és megpróbáltam, és akkor úgy gondoltam, hogy életemben nem ültem még ilyen jó autóba, és ez egy óriás butaság lenne, hogyha nem próbálnék ki egy ilyen autót. És akkor elkezdtem újra szervezni magam, újra bútoltam, meg közben egy nagyon jó navigátorom volt, aki jó barátom is volt, azt meg odaadtam a Beniknek, mert hogy én már nem megyek. És akkor még navigátorom sem volt, úgyhogy előről kellett kezdeni minden, de nagyon nem bántam meg, mert egy csodálatos öt rally év jött ezt követően. Hát mert itt azért tényleg puskázok, tehát ugye Ford Focus VRC, Toyota Corolla VRC és Subaru Impreza S7-es VRC 01, egészen a Hondáig bezárólag, tehát erről az időszakról beszélek. Igen, igen. És jobbnál jobb versenyek is egyébként. Igen. Nyilván Hondával mész ki utána az IRC-re, de még ne ugorjunk ekkorát. Igen. Tehát először is azt mondom, hogy a Corollával, akkor a büdzsémban 4 versenyt tett nekem lehetővé egy évben, tehát már az tiszta volt számomra, hogy már én nem indulok ide a bajnoki helyezésekért, de ezt a 4 versenyt, ezt becsülettel versenyeztük vele, és akkor úgy alakult, hogy a Bianca következőben lett egy bérlője a teljes szezonra, és akkor ő segített nekem a Miro keresztül, ugye onnan a Balázs is hozta az autóját, egy ilyen Ford Focust bérelni, de megmondom, hogy az nem tetszett, az egy elég hulladék autó volt, amit én kaptam onnan. Úgyhogy már a szezon végén, már a meccsekről én újra Toyotával mentem. És akkor a következő évben akkor kitalálta, hogy eladná a Toyotát, meg kéne venni egy másik autót. De jött egy olyan éved, amikor teljes szezont mentél akkor igen, a VRC-re. Igen, de az már a Subaruval volt. És akkor, igen, és akkor kitalálta, hogy vegyünk egy Subarut, vagy nem is Subarut, inkább egy VRC-t. És hát ugye nagyjából a dolog úgy nézett ki, hogy neki, és körülbelül ketten tudtuk összerakni a költségvetést az autóhoz. Én mondtam, hogy én nem akarok ilyen értelemben közösködni vele, benne vagyok ebben, hogy akkor vegyük meg közösen, és én majd leversenyzem az autóval a dolgokat, és akkor így elindultunk a világba autót nézni, voltunk Olaszországba, néztünk Fordot, akkor voltunk Kopeckinél, néztünk Fábiát, még valakinél voltunk a Cseheknél, ott valami Oktáviát, aztán végül Hollandiába találtuk ezt a Subarut, és akkor én beszéltem rá, mondtam, hogy ezt tegyük meg, mert az autó az rengeteg alkatrész volt. Tudom, hogy már akkor volt fiatal fejlesztésű VRC és Subaruba, viszont az autó nagyon jó bőrben volt, és rengeteg cucc volt hozzá. Tehát azt mondtam, hogy ebbe érdemes gondolkodni, mert ez az autóval akkor sokáig lehet versenyezni. És akkor úgy esett a választás a Subaru, és akkor azzal még 2 teljes évet még lenyomtam. És az, hogy tetszett az állatot, nagyon, az a kocsi? Nagyon tetszett. Az egy nagyon jó autó volt. Tehát nyilván ott is az első év az mindig, amikor az ember vált egy típust, akkor azért egy év azért elmegy azzal, hogy teljesen össze barátkozzunk az autóval, én is, meg a szerelők is, hogy aztán ki lehessen belőle hozni egy kicsit jobb teljesítményt, és a második év az már remekül sikerült. Ez az nem mindenki mondhatja el magáról, hogy főleg ebbe a nálunk is arany korszakba, így a magyar rally népszerűségét tekintve VRC-vel megy, tehát azért akkor te nagyon ott voltál megint az elitben. Hát igen, akkor azt hiszem, hát így már nem emlékszem, hogy meccsekben voltam egyszer abszolút második, úgy bajnok, abszolútat nem nyertünk, de ilyen második, 34. helyeket szereztünk. Igen, és azért ahhoz tolni kellett. Ízig-vérig autóból csattogott. Igen, akkor az meg akkor azt hiszem 10-11 VRC volt, azt hiszem a magyar mezőnyben. Mondd meg nekem, hogy ezek az autóknak most mennyi az eszmei értéke, hogy egy megmaradt volna, és most ott állna otthon az előszobában, vagy a nappali közepén. Igen, inkább, sokat beszélgetünk erről Bélával, főleg a Toyota esetében azt talán kár volt eladni, mert a Toyota egy egyszerű autó volt. Tehát a Subaruhoz képest egy egyszerű autó volt. Subarunak nagyon drága volt a fenntartása. Igen, igen, Subaru drága volt a fenntartása, egy kicsit bonyolult autó volt, mérnöki segítség is kellett hozzá. A Toyotánál ez nem kellett. Tehát a Toyota az nagyon élvezetes volt, nagyon jót lehetett vele autózni, és egyszerű volt az autó. Mindent meg tudta kicsinálni a Toyotán tulajdonképpen. Hát remélem ezt az epizódot is élveztétek, és jövünk majd az utolsóval vissza. Addig is köszönöm szépen Vizin Lászlónak, Magsa Imrének, Dudás Kiskukó Gyulának és Oroszlán Tibornak. A talkshow felvételei az impozáns Kodály Központban készülnek. Világszínvonal Pécsett.